A Budapest-Bamako a világ legnagyobb amatőr sivatagi rallija, mely egy veszélyes, minimál asszisztenciás kaland és tájékozódási verseny. Nem vasárnapi autózás, itt nincsenek mentőhelikopterek, begyűjtő teherautók, idegenvezetők, animátorok vagy tolmácsok. Mindenki a talpra esettségére, a szerencséjére és a felkészültségre számíthat. A B2 rallin egy dolog biztos, minden bizonytalan. Erre a nem mindennapi kalandra vállalkozott Szász Márton és csapata. Még a sógorom jelentkezett a 2022-es versenyre, ott lecsúsztunk, és a 2024-es, tehát egy éve ezelőtt, amikor elkezdték szervezni, akkor kerestek meg újra minket, hogy szeretnénk-e még menni. Mi négyen fogunk menni, a sógorom, meg két barátja, illetve én. Lámpákkal, Zetorból szerzett levegőszűrőkkel, speciális hűtőrácsal és emelt kipufogó rendszerrel szerelték fel a gépet. Budapestről 3 nap áll rendelkezésre kijutni Afrikába. Egy Toyota Hiace kis busza fogunk menni. Főkészítettük már az autót, egy komlói csapat készítette fő nekünk az autót, akik ezzel foglalkoznak. A mentális felkészülésen kívül fontos, hogy felvegyék a kötelező oltásokat is, emellett a szállás leszervezése is elengedhetetlen, habár a legtöbb éjszakát sátorban fogják tölteni. 2 éjszakán az Atlasz-hegységen vezet át az útjuk, ahol a hideg idő miatt kénytelenek lesznek szállást foglalni. Repülővel jönnek majd haza, mert a Toyotát egy rászoruló iskolának vagy kórháznak szeretnék adományozni. A kis busz nagy rakterét is kihasználják, mivel adományokat visznek a rászoruló afrikai iskoláknak, kórházaknak. Január 24-én fogunk indulni. A hivatalos rajt az 26-án indul Pestről. Mi Genovába fogunk hajózni át Afrikába, a többiek viszont lábon fognak maratonba menni Afrikáig. Mi ezt a szakaszt Genovától kihagyjuk. Közülük még senki sem járt kint, ezért javarészt internetes videókból, anyagokból tájékozódnak, és felvették a kapcsolatot pécsi és dunaújvárosi résztvevőkkel, akikkel terveik szerint együtt fognak haladni. Kiskörösi papírbolt a tanár úr, kérem, adott egy nagy értékű adományt, azt visszük, papírírószerek, iskolatáskák. Igazából ilyen felajánlásokat várunk, még körömcsipesz, higanymentes lázmérő, szemüvegeket. A fiúk szívesen veszik a további adományokat is, melyeket a kiskörösi Bem József általános iskolában lehet leadni reggel 8 órától 17 óra 30 percig a portán kihelyezett dobozba, vagy az ott tanító pedagógusokon keresztül.